Batus János az Ogyallai Építészeti Szakközépiskola magyar történelem szakos tanára, a díjazott tanára diákjait igyekszik szabadságra, a szabad, de felelősségteljes gondolkodásra nevelni. Gyerekkoromban a társaimmal tanítósat játszottunk, úgyhogy mindig én voltam a tanító. Tehát valahogy már benne volt ez az ösztöneimben, de nem volt tudatos. Aztán gimnáziumban történt ilyen, hogy a magyar órán azt kérte a tanár, hogy versenyre lehet írni verseket. Én ott helyben megírtam egyet, és az egyik osztálytársam eljutatta a tanárhoz a hátam mögött, a tudtomon kívül, és megnyertem egy ilyen versírói pályázatot a Parkányi gimnáziumban, és attól kezdve engem már, akkor már tudatosodott, a versírás meg a történelem érdekelt. Batus János etikát és polgárit is tanít, tankönyveket írt, de a verseivel is nagy sikert aratt még mindig a tisztelői körében. Egy nagy tudású, nagy tapasztalattal rendelkező magyar tanár, aki nem csak tanítja, oktatja a magyar irodalmat, de ő maga is műveli. Nagy szeretettel ír verseket, amiket elő is ad, tehát költeményeket, ezeket tudja színesíteni még a saját tanóráit is. Én magam is kaptam tőle ajándékba verset, ami nagyon, nagyon jól esett. Fontos neki a nemzeti értékeink megtartása, megismertetése, a történelmi hagyományok megtartása, megismertetése. Batus János egyetemi oklevelét a Comenius Egyetemen szerezte. Az Irodalmi Szemlében 1983-ban jelent meg először verse. Dolgozott riporterként a Szlovák Rádió magyar adásában, és publikált az Új Ifjúságban is. Éppen a rendszerváltáskor 89-ben kerültem ide az iskolába, és akkor megfogalmazódott bennem egy ilyen vélemény, hogy itt szabadon lehet dolgozni. Tehát láttam az újságnak a korlátait, az újságírás korlátait, ugye, hogy ott vagy megjelenik, vagy nem jelenik meg az ember véleménye. És arra gondoltam, hogy ha én bejövök az osztályba, becsukom magam mögött az ajtót, átlépek a küszöbön, akkor itt a gyerekekkel szabadok vagyunk. Tehát szabadon megmondhatom a véleményemet, és igazából, ami őszintén, ami a véleményem a témáról, a világról. Batus János azt mondja, nem akkor boldog igazán, ha eléri a célját. Mind a tankönyv szerzői, mind a tanári, mind pedig a versírói munkásságában izgalmasabb számára a cél felé vezető utat bejárni, minden apró részletét megismerve. Ígés Gyula mondta, hogy nemzet is legyen a nemzedék, tehát hogyha nem fognak össze és szakmailag nem készülnek föl, akkor nem lesz belőlük nemzet. Batus János az SZMPS tagja a szervezet megalakulása óta.